Vacavik Petőfi alias Velorex László alig hanem helyet követel magának az egyébként miskolci illetőségű bátaszékre tévedt rockzene terjesztő férfi a bátaszéki civil helytörténetben. Ő volt 30 évvel ezelőtt a nagy ötletgazdája és megvalósítója annak a futballokán létrejött közösségnek, amely a mai napig megmaradt, nagyapáról apára, apáról fiúig terjed már. Velorex néven. Nem keverendő az ilyen nevű kereskedésekkel ez, egészen másról van szó. Vaclavik régóta már nincs, ám a névadó mögött már a kezdetek kezdete 1988-89 óta felsorakozott bátaszéki benszülöttek Péter Géza, Péter János, Máté Gábor és Gerencsér János, akik alapító tagként tovább vitték a csapatot, megőrizve, táplálva az úgynevezett Velorex érzést. Volt akkor egy rockstar, a Vaclavik Petőfi Gazember László, Velorex, és az ő nevét vette fel a csapat. És az SSC az pedig a Nápolyból származik. Nem bátaszéki volt, azt hiszem miskolci állampolgár, és ő volt a Vaclavik Petőfi Velorex. Az alapítók közül többen szerették a rockzenét, és ő azt képviselte, és akkor így jött ez a Velorex. Az SSC az pedig a Nápolyból. Az olasz Napoli SC a 80-as évek végén még tündökölt a világfutballban, nagyon népszerű volt Magyarországon is, többek között Diego Maradonát is a soraiban tudta. A bátaszékhez köthető Napoli drukkerek olyan csapatot hoztak össze minden évben a bátaszéki fenyőkupára, amely már 30 éve létezik, amely minden évben összehozza karácsony és újév között a csapattagokat, és több napon át együtt vannak a fenyőkupán innen és túl is. A három évtizedes jubileum apropóján a mostani 40-esek, a derékhad ünnepélyes külsőségek közepette, köszöntötte a még mindig aktív alapítókat. Nem csak bátaszékek vannak, rengeteg a bátaszéki kötődésű, vagy bátaszéki barát által ide került futballista, aki tényleg, tehát januárban már azt várja, hogy mikor lesz a kupa, már elejére fölhívnak bennünket, hogy ő akar jönni, van most is, aki Dunaújvárosban játszik, a Dunaferbe, és játszott már itt a Fenyőkapán, és azt várja, hogy tényleg karácsony legyen, és az az első, nem az, hogy elmegy haza pihenni, hanem ide jön a Fenyőkupára, hogy itt legyen közöttünk. Neves játékosokat is magával ragadt ez a Velorex mozgalom. Nem hiányzott szinte egyetlen évben sem a tornáról. A Szekszárdról indult Máté Csaba, aki a Ferencváros pályaedzője jelenleg, de dolgozott a magyar válogatottnál is, mint segédedző. Nagy Sándor az utolsó szekszárdi sikercsapat csatára, míg a Stadlernél játszott az élvonalban, már régebb óta Ausztriában él és dolgozik. No és az élvonalba belekóstolt, bátaszékről induló Rupa László is pályán kívül is zsigerileg velorexes lett. Korosztályos válogatott labdarúgó voltam gyerekkoromban. Aztán így elkísértek az évek, sokan vannak Mosonyáron, aki Bozsír György, aki úgy szintén itt van a csapat közelében. Élmény velük játszani, élmény volt a fiatalságot megélni, élmény volt a beérett gyümölcsöt játszani. Most már így megyünk ki fel ebből a korból, de még szeretnénk egy 10-15 évig itt tevékenykedni ebben a csapatban, mert ez egy nagyon nagy család, egy nagyon összetartó egyesület, és örülök, hogy itt lehetek velük is, és élvezhetem ezt még nagyon sokáig. Nagy Sándor megpróbálta egy példával érzékeltetni, mi is az a bátaszékhez köthető Velorex érzés. Nagyon, nagyon jól érzem magam, mert rájuk bármikor számítok, tényleg Ausztriából telefonálok, vagy bárkit felhívok, akár a Pürét, mint festő, akár a Péter Jánost, vagy akárkit, első szóra segítenek, ott vannak, mögötted állnak, és ők nem azt nézik, hogy te mit értél el mondjuk a Fenyőkupán, hogy most második lettél, vagy negyedik, vagy akármennyi, hanem hogy ők azt a hozzáállást, azt az alázatot, amit mi éveken keresztül itt prezentáltunk, ezt értékelik. És ez egy számomra hatalmas dolog. És ez a ajándék, amit tőlünk kaptak, nem hiszem, hogy ez tükrözi azt, nem tud visszaadni nekik azt, amit ők felénk nyújtottak, amit mi ezzel a kis csekély ajándékkal nekik tudtunk adni. Nincs teljesítménykényszer, nem igazolnak a még sikeresebb szereplés érdekében jó futballistákat, ennek ellenére a Velorex 13 győzelmet ért el
két kategóriában a fenyőkupák történetében, 5-öt a profiknál, 8-at az amatőröknél. Egészen másképp gondolkodunk, tehát nincs ilyen, hogy most valakit kiselejtezünk, mert nem jó. Most is ott az amatőrben vannak 55, közel 60 éves játékosok, akik a mai napig ott vannak, lehet, hogy már nem játszik 30 percet, de amikor úgy áll az erőm, hogy beszáll, de itt van velünk, és megbecsüljük a 20 évvel ezelőtti játékát. A csapat azért időközben vonzó lett a jó futballisták számára is, már a 90-es években. A gerincet a bátaszékek alkották, de már jöttek ugye a környező településekről is, de a gerincet az mindenképpen a bátaszékek alkották, és akkor már 91-ben második helyezést ért el a csapat. És ez 92-ben, azt mondom, hogy 80%-ban bátaszéki játékosokkal meg tudtuk nyerni a fenyőkupát. Nem építünk a bátaszéki csapat játékosaira, de bátaszéki kötődésű játékosokra mindenképp, gondolok itt a Rácz testvérekre, akár a Várda Ákosra, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos, és azoknak a játékosainak, akik 30 évvel ezelőtt a Velorex profiba játszottak, azoknak a gyerekei már kopogtatnak a profi csapatnak az ajtaján. Nagy Sanyi a Velorex profiban kezdte, most az amatőrben játszik, és nagyon szeretné, ha 14 éves, szintén Ausztriában élő, aktívan focizó fia az ő példáját követné e tekintetben is. Ausztriában játszunk együtt a salzburgi magyarokkal, de hát az nem olyan színvonalon, mint ahogy itt vagyunk, de úgy gondolom, hogy a Máté is szeretne itt ebbe a csapatba pályarépni, mert látja ezt a közeget, a családot, amit körülvesz minket, ezt a szeretetet, és szerintem ugyanúgy a cigány fia, az Ignác Zoltán fia, ő is szeretne pályarépni, és úgy, ahogy Géza elmondta, ezért vagyunk, hogy a mi gyerekeink is itt pályarépjenek. Velorex csapat, Velorex életérzés, úgy tűnik Bátaszéken ez létezik, már apáról fiúra terjed.